Bolondul hangzik, de ha változtatni szeretnél valamilyen rossz szokásodon, a fájdalom és a szenvedés óriási segítségedre lehet ahhoz, hogy a saját hajadnál fogva húzd ki magad a mocsárból. Ha csak kissé zavaró, egy picit kellemetlen valami, de nem igazán reménytelen és nem is fenyegető, nem fogod bevetni minden erődet ahhoz, hogy kiszabadítsd magad a helyzetből. Két segítség van. A legjobb motiváció az, amikor már elviselhetetlenül szenvedsz az adott dologtól. Kettő, van egy erős motiváció, és jobban akarod azt, mint a rossz szokást, amit egyébként letennél. Például szerelmes vagy, és hajlandó vagy diétázni, lemondani az abálásról, mert jobban akarsz tetszeni a szerelmednek, mint amennyire a kaját akarod. Na most, hogyha nem vagy abban a helyzetben, hogy az egyes vagy a kettes húzóerő vigyen, akkor a figyelő izomra érdemes edzeni. Idézőjelben. Mert úgy működik, mint egy izom. Minél többet használjuk, minél többet edzük, annál erősebb lesz. Így van esély megszabadulni a dohányzástól, az alkoholizmustól, a túlzabálástól és minden korlátozó, romboló magatartás formától. A legtöbb rossz szokás és beidegződés a gyermekkorból és a korai kamaszkor tapasztalataiból ered. A beidegződést veheted szó szerint is, hiszen neurobiológiai összefüggésekről van szó. Szülőktől és más közelálló szülőfiguráktól, felnőttektől lessük el a magatartás formákat, őket utánozzuk. Érdemes megfigyelni, hogy miket gondolunk, a gondolatokból fakadóan milyen érzések jelennek meg bennünk. És ezekre hogyan reagálunk, magyarul mit csinálsz a gondolataid és az érzéseid hatására. Megfogalmazom magamnak, szavakkal kimondom, hogy miért lesz jó változtatni. Fontos a motiváció. Beazonosítom a káros és korlátozó magatartásformát, nevén nevezem. Megfigyelem, hogy hogyan működik a gondolataim, az érzéseim és a cselekedeteim mentén. Milyen gondolatok és érzések előzik meg azt, hogy mondjuk rágyújtok a cigarettára, vagy nekirontok a hűtőnek, a piás üvegnek, stb. A gondolatok váltják ki az érzést, az érzés pedig valamilyen reakciót, cselekedetet eredményez. Ezek egészen addig tudattalanok, ameddig nem figyeled meg őket. Úgyhogy érdemes megfigyelni, hogy egy beszólás, mondjuk egy sértés vagy egy kritika milyen érzéseket vált ki belőled, és hogyan reagálsz ezután. Aztán, amikor ezt megfigyelted, ahelyett, hogy reagálnál, várj egy picit. Adj magadnak néhány másodpercet, hogy átgondold. Tegyél egy lépést hátra, és adj magadnak a válaszra, a reakcióra egy kis időt. Ne reflexszerűen, azonnal automatikusan reagálj, hanem gondold át. Automatikus reakció helyett tudatos választ adj. És figyeld meg a reakciód hatását magadra és másokra. Milyen következményeket, milyen előrelépést hoz. Mielőtt reagálnál a régi rossz szokásoddal, hogy oké, nem szólok vissza, de rágyújtok, idegből elszívom azt a cigarettát. Adj magadnak egy kis időt, és tedd fel a kérdés, hogy mi lenne, hogyha a régi minta helyett egy új reakcióval válaszolnék. Csak úgy letenni egy rossz szokást nem tudunk, hogyha nincs helyette valami, amibe kapaszkodni. Kell helyette valami. Eleinte könnyű terepen gyakorolj, ahol nem öntenek el az érzelmek, nem vagy túlságosan izgatott. Biciklizni is könnyű terepen gyakorlunk először, nem egy sziklás meredek hegy oldalon. És élvezd ki a kisebb sikereket is eleinte. Ünnepeld meg őket, mosolyjal és türelemmel. Ezek a szinte észrevehetetlen kisebb változások vezetnek el a majdani, stabilabb, nagyobb változásig. A segítő kérdések pedig ezek lehetnek. Ezt a bizonyos viselkedést, milyen gondolatok és milyen érzések előzik meg? Összefügg valamilyen személyes körülménnyel? Esetleg stressz helyzetben reagálok így? Vagy valamilyen alapvető szükségletem nem elégül ki ilyenkor? Például az elismerés és a megbecsülés iránti vágyat is nagyon gyakran arrogáns, agresszív, visszataszító viselkedéssel próbálják palástolni, rejtegetni, leplezni. Van valami, amit esetleg nyíltan nem mersz említeni, felvállalni? Nagyon sokat segít, ha átlátod, hogy hogyan működik ez az egész viselkedés minta. Tudatosítod, átlátod, megérted a működését, és figyelsz minden pillanatban, akkor jó eséllyel tudsz változtatni rajta. Minden, amit megismertél és megértettél, azt képes vagy irányítani. Ami nem, az a tudattalamból működik, az fog irányítani téged.